Üdvözlöm Önöket! Bemutatom a Force 325-ös típusú traktort, amely a Force traktor család legkisebbik tagja. Ez egy kompakt kis traktor, 25 lóerős motor teljesítménnyel, kapcsolható összkerékhajtással, 3 pontos szabvány felfüggesztéssel. A KAT 1-es függesztőrendszer alkalmassá teszi a traktort bármilyen Európában használatos kis gépek után gyártott munkaeszköz csatlakoztatására. A függesztőrendszer természetesen hidraulikusan emelhető, süllyeszthető és pozíción tartható. A traktort ellátták segédhidraulika kivezetéssel is, melyet egy kétkörös vezérlő tömbön keresztül működtethetünk. A függesztő szerkezet emelése nyomás alatt történik, süllyesztése viszont gravitációs elven. Éppen ezért az ülés alá beépített szabályozó szeleppel munkaeszközcsere után be kell állítanunk az ejtés sebességét. A támasztó orsó egy rugózott himba szerkezeten keresztül csatlakozik a traktorhoz, a traktor alvázához, amely egyben jeladóként is szolgál a talajkövetés funkcióhoz. A himba elmozdulása a rudazaton keresztül átadódik a vezérlőtömbbe, ezáltal a traktor, illetve a munkaeszköz egymáshoz viszonyított helyzetének megfelelően a hidraulika korrigálja a munkamélységet. Vagy emeli, vagy süllyeszti. Ez a talajkövetés mechanikusan kikapcsolható, teljesen lezárt fül esetében nincs talajkövetés, félállásban minimális, teljes állásban maximális talajkövetést érhetünk el. A talajkövetési funkció használatakor a munkamélységet ezzel a karral állítjuk be. Figyelembe kell vennünk viszont azt, hogy ez egy mechanikus talajkövetőrendszer, ami hiányában van mindenféle precíz elektronikus érzékelőknek, jeladóknak és elektronikus vezérlésnek. Ezáltal a talajkövetés bár szembetűnő lesz, de akkora precizitást ne várjunk el tőle, mint egy elektronikusan vezérelt talajkövetőrendszertől. A traktor 6 bordás szabvány TLT kimenettel rendelkezik, fordulatszámai 540, illetve 980 percenként. A fékberendezés a hátsó kerekekre volt. Az oldalanként elhelyezett olajban futó több tárcsás fékszerkezetet rudazatokon keresztül osztható fékpedál segítségével vezéreljük. Az oldalanként elhelyezett fékszerkezetek, valamint az osztott fékpedál lehetővé teszi, hogy a kerekeket külön-külön fékezzük, ezáltal csökkenthetjük a traktor fordulási sugarát. A traktor külön kézi fékszerkezettel nem rendelkezik, állóhelyzetben a traktor rögzítéséhez nyomjuk le a fékpedált, majd a pedált a pedál rögzítő karral rögzítsük. A rögzítő fék oldásához elegendő a fékpedál benyomása. A traktort egy 25 lóerős, 3-hengeres, 4 ütemű, vízhűtéses dízel hajtja. A motor Stage 5 besorolású, köszönhetően annak, hogy égés tere korszerű kialakítású, illetve common rail befecskendező rendszerrel látták el. A motor kódja 3M78.
A traktor mechanikus erőátvitellel rendelkezik. Száraz egy tárcsás tengelykapcsoló, 3 plusz 1 fokozatú sebességváltó, 3 fokozatú előtétváltó, természetesen zárható hátsó differenciálmű, oldalanként nyomatéknövelő kihajtóművek, a sebességváltótól merev tengelyen keresztül meghajtásra kerül az első hír differenciálműve, onnan pedig a féltengelyeken keresztül az első kerekek kerékreduktorai. Az első híd differenciálműve nem zárható. A kezelőállás kialakítása kényelmes, a padlólemez majdnem sík, semmiféle rudazat nem akadályozza a fel- és leszállást a traktorra. Az ülés rugózott, előre-hátra állítható. A vezetőnek bal kézre esik a 3 fokozatú előtétváltó kapcsoló karja, valamint a 2 fokozatú TLT kapcsoló karja. Jobb kézre esik a 3 plusz 1 fokozatban kapcsolható sebességváltó karja, lejjebb a jobb sarkunknál találjuk az első hajtás kapcsoló karját, valamint a padlón a hátsó differenciálmű zárat. Ugyancsak jobb kézre esik a függesztő szerkezet emelő süllyesztő pozícionáló kar, valamint a mélységszabályzó kar. Kicsit hátrébb találjuk a hidrolika vezérlő tömb vezérlő karját. A pedálok kiosztása a következő. Bal lábra természetesen a tengelykapcsoló pedál, középen a gázpedál, jobb szélen pedig az osztható végpedál. Külön kézifékkarral nem rendelkezik a traktor. A fékpedál benyomása után ezzel a csappantyúval rögzíthető, és így rögzítjük állóhelyzetben a traktort. A kormányoszlop bal oldalán találhatjuk az irányjelző kapcsolót, mellette a vészjelző kapcsolót. A kormányoszlop jobb oldalán található a világítás kapcsoló, a fényváltó kapcsolóval együtt, a kürt kapcsoló, valamint a kézigázkar. Alatta helyezkedik el a gyújtás kapcsoló. A műszerfalon helyezkedik el az üzemanyag szintjelző a töltésjelzővel, középen a fordulatszámmérő az üzemóra számlálóval, jobb szélen pedig a vízhőfokmérő. A fordulatszámmérő két oldalán visszajelzőket találunk, többek között kritikus olajnyomás visszajelző, töltés visszajelző, izzítás visszajelző, világítás visszajelzők és irányjelző visszajelzők. A traktort egyelőre fülke nélküli változatban kínáljuk, későbbiekben azonban megjelenik majd a fülkés változat, sőt a homlokrakodóval felszerelt változat is.